következő előadásban én vagyok a szociális munkás. Kérem, kapcsolják ki mobiltelefonjukat és zenélők varcójájukat. Köszönöm. Marlene Stream, a szerző. 1950-ben Pécs mellett Bádenban született. A New York-i New Yorkot 12 évvel ezelőtt írta. Európa legrangosabb színházi folyóirata, a Theater Heute, akkoriban az év szerzőjévé választotta. Azóta számos színpadi művet és regényt írt. E darabjáról azóta már színházelméleti disszertáció is készült. A müncheni ősbemutató után Bécs, Hamburg, Berlin és számos európai város eljátszotta a nagyon pontos szerzői utasítások alapján. Most, hogy végre csatlakoztunk a legújabb Európai Unióhoz, következzék a magyarországi ősbemutató itt, Debrecenben. Éljen az irodalom, éljen a monarchia, éljen Európa! Jó mulatást kívánok a szociális osztály nevében. Hiányzik? Nem. Igazán nem. Na, az aztán már tényleg nem. Már a szaga is. Nem, nem. Csak vért, ne. Azt a szagot én. Soha. De jó Isten! Az öreg Horváth meg... Az öreg Horváth...
maga nem ment férjhez? Lulu kisasszony. Jaja. Az már csak akkor írt. Meredt a faszára és szétkente a vért. Utána örtelmes. Nem. Azt a szagot én. Csak vért ne. És tudja, ez a jó az öregségben. Nincs több fejfájás. Amiatt az van nekem is. Charlie. Nem szereti. Ragacsos, túl ragacsos neki. Na ja. Ma? Milyen? Oda ki. Szép. Jó. Virágzik a gesztenye. Na. De elég meleg ez. Vékonynak látszik. Ezt mondja a nőgyógyász is. Tessék, kedves uram! Ide. Ide. Kényelmetlenítem én nálunk, de hát a kulturális osztálynak sincsen pénze a renovírozásunkra. Itt. Így. Na látja. Jól van el. Te! Haver! Te! Jól nézel. Jól nézel ki! Te gróf vagy! Gróf vagy, ugye? Megengedi? Karl Bleicher. Sajnálom. Stricci. Ugye, hagyja! A gróf úr a vendége. Nesze! Menj már a horvátnél, te szarrágó vagyja! Add ide az egészet! Megengedi? Karl Bleicher. Charlie Bleicher. Sajnálom. Kurva, Peci! Hát te? Johannes Altenbühl. Megengedi? Most pedig bocsásson meg, kérem. Thank you.
Megbocsát. Megbocsájtok! Elment mind a kettő. Engedjen már, kérem! Én orvos vagyok! Érzünk. Köszönjük, hogy tudja.
No, photo please, photo please. Kérem. Tessi, beállunk, beállunk. Igen, photo, picture. Yes. Igen, nagyon jó lesz, yes, that's right. Az, úgy van, bocsánat. Nagyon jó, igen. Ó, igen, úgy is van. Minden szépen megmutatni. Ez az nagyon jó. Jó, na, ide, ide, vissza. Jó, gyerünk. Beáll, beáll és mosolyog. Hogy csíz, csíz. Ez az nagyon jó. Ez igen, Horváth, és mosolyog. Remek, na, még egyet. Ez az a legjobb. Ez a legjobb. Van itt egy takaró? Vagy egy kabát? Ah, be kell takarni. Tudja, nem szabad kihűlnie. Igen, nem tudom. Ahhoz előbb... Tudja, itt nincs semmi. Ahhoz előbb el kéne... Na jó, megkérdezem a drága Prométheus urat. Talán. Szóval, pillanat. Ez minden. 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 Amink van. Na, én akkor most kimegyek a kocsimhoz a táskámért. Rögtön jövök. Nem volna jobb, mint így a földön, meg a vér. Nem gondolja? Nem, nincs olyan nagy baj. Nem kell kórházba vinni. Összebb már úgysem lesz. Holna. Holna. Ettől megszabadultunk. Oh.
Charlie. Mindenkitől kasszírozni. Világos. Kasszírozni. Igen. Mindent magam mindig. Na igen. Csak vér. Csak vért, ne! Ezt a disznóságot! Nem bírom. Förtelmes. More than this, I did it.
kulcsot! Nyissa már ki! Nem vagyok férfi, de ki tudná hinni? Kérem. Muszáj, ki van a nevátja! Muszáj! Muszáj! Ja, persze. Pénz. A pisárásért meg a szarásért. Talán te utalod is óhajtanak hozzá. Vagy hivatalos engedély. Thank you.
satisfied with my legs. Lady, you know, no rules of charity, which renders good for bad, blessings for curses. You bastard. You complete bastard. Come closer. More wonderful when angels are so angry. Old save divine perfection of a woman. Of this supposed crimes to give me leave by circumstance, but to acquit myself. I don't love you. So will it, madam, till I lie with you. I hate you. Your beauty was the cause of that effect. Your beauty that did haunt me in my sleep. To undertake the death of all the world, so I might live 1 hour in your sweet bosom. I hate you, not for this, but because perfection never comes twice, and with us it came too soon. These eyes should not endure that beauty's wreck. You should not blemish it if I stood by. As all the world is cheered by the sun, so I ride it. It is my day, my life. And I never see you again. Never came poison from so sweet a place. I never see you again, and I don't want. Thine eyes, sweet lady, have infected mine. I would they were, that I might die at once. For now they kill me with a living death. Those eyes of thine from mine have drawn soul tears. Shame their respect with store of childish drops. These eyes, which never shed remorseful tear. It would have to be forever, or not at all. Then bid me kill myself, and I will do it. So did you, and we were both wrong, and it's useless. That wasn't thy rage. Speak it again, and even with the word, this hand, which for thy love did kill thy love, shall for thy love kill a far truer love. Suppose that death shall do be excessive. It's useless. Kiss me harder. Look how my ring encompasses thy finger. Even so thy breast encloses my poor heart. Goodbye. I'm calling a taxi for you. Wait out in front for it. You won't see me again. Was ever woman in this humor wood? Was ever woman in this humor one? I have her, but I will not keep her long. I hate you, not for this, but because perfection never comes twice, and with us it came too soon. And I never see you again, and I don't want to. It would have to be forever, or not at all. Prometheus úr meg, és
hogy már megint ide jutottunk! Kratosz úr egyszer már megtaníthatná a kölöknek, hol lakik az Úristen. Ja. Akkor se csinálja! De lehet neki bármit mondani. Tabletta. És úgy marad, javulás az soha mindig a legrosszabb. Mindig. Aztán elfogja az embert a dű, harag, kétségbeesés. Eléri az embert a hosszú kéz, a sors. Sors. És mi a legrosszabb, az lesz a rossz. És az lesz mindörökre iszonyat. Iszonyat. Mindennek a kéteket, és nincs nyugalom, nincs béke, még sincs kedve az embernek, hogy meghalljon. Még meghalni sincsen kedve, nincs menekvés, és nincs megváltás. Mi jut eszébe róla? Kellemes volt, vagy inkább kellemetlen? Ebben az esetben kellett lennie valamilyen párhuzamos helyzetnek. Talán sikerül újra felidéznünk. Legalább próbáljuk meg. Igen? És? Na, mesélje. Igen? És?
Szépség, csengéi, teremtés, megsze, mefénye, minden lét, o, romi, ve, haj, nali, rőt, ragyó, gású, csú, csavi, rád, zó is, te, ségpor, zó, iti, fény, csuk, lókar, jai, tor, nácok, lép, csőkés, tró, musok, ős, lényeg, sző, tete, rek, gyö, nyörű, ség, baj, zsokúj, kong, babi, harzó, érsz és töm, kele, gek, s egy, szerre, külön, különiz, zó, tükrök, a, minta, s a, játszé, sé, getek, ár, ját, visz, szafe, léhöm, pöjge, tittek, arcai, tok, ba. Jobban vagyunk. Igen? Most már megint jobban vagyunk. Na, akkor folytathatjuk. Thank you.
Máshová megyünk, kell a változatosság. Hát mi sem basztaljuk így, amiként házunk benne régen. Az unokáknak azért egész jó. Én már évek óta nem voltam nyaralni. Már azt sem tudom, milyen az. Na igen, cserébe viszont lett is belőled valami. Változatosság. Nem minden évben, mindig ugyanaz. Magának nem kell. Ugyan már, Horváth néni, ugyan már. Hogy képzeli? Úgy. Nem. Nem. Elvégre
úgy értem, az új vízvezeték. Beszerelték már az új vízvezeték? Hát, dehogy. Amint kérdezel? Nem. Nem. Semmi. Semmi. Jöttek az urak a kulturális osztálytól, megnézték és annyi. Ha. Nem is lesz abból semmi, én mondom magának. Megkapni mindent szeretnek, de fizetni azt nem. Na igen. De akkor most hogy csinálják? Az öntözőkannával, mivel mással? Mondhatom, próbálja meg egyszer öntözőkannával. Lizoformmal, higítatlanul. De öblítés nélkül így is szaga van. Értettem. Tudja, akkor már azok a régi kátrányos falak is jobbak voltak, mint ez a szarcsempe. És ha azt hiszi, hogy értekel ez valakit is, hát nem. Nem ezeknek, teljesen mindegy, hogy bűzik, csak érezni ne lehessen. Mert itt van ez, ja? Hogy egy nyilvános illemhelynek rendes öblítés kellene? Azt nem! Műemlékvédelem! Ezt bírták kitalálni? Édes Istenem! Tudja, rohad itt minden. Egyre csak rohad. Hová? Ennél jobban már. Pisszoár öblítés öntözőkannával. És milyen súlya van? De jó, jó, jó. Regasszony vagyok, láttam én már eleget, nekem mindegy. Botrány. Ez az egész. Botrány. Az. Így van ez mindig. És hogy? Úgy értem, nem izé ez? Én csak úgy értem, hogy ő a... Tudják, hogy... Mit képzel? Aki tudna bármit. Nem tudnak azok semmit. És ha tudnának is szólni, akkor se szólnak, amit is mondhatnának. És ha mégis meg... Hát egészen más ügyosztály. Visszolár, vízvezeték nélkül. És a higiénia? Ja, higiénia! Egy ideig még elmegy, de ha én már majd nem. Az öntözőkanna, az nem gyerekjáték. Figyelj, már mindig mondom magának, tudja jól. Pedig nekem aztán nem érdekel. Nyugdíjba kellene mennie. Egyszer már magának is jár a nyugalom. Nyugalom. Hát ne vicceljön, drága Zeller úr! Nyugalom! Azt én nem engedhetem meg magamnak. Aztán meg ki? Ki bírná ezt? A drága Prométheusz urral, mondja meg! Az valakinek meg kell csinálni, az nem egyszerű dolog, ugye? Aztán meg azt hiszem, ezek nem is hagynának. Azt hiszi, a cég keres valaki mást. Én meg világéletemben görcsöltem! Én már nem bírnék átállni. Hát maga? Hol hagyta a japánjait? Már lefeküdtek. Különben tőlem még. Nem, nem. Az orvideában vannak. Nekem is jár egy kis pihenő, tudja? Örökké csak a What is this? Is this very old? Meg Beethoven, meg Franz Schubert. Komolyan az agyamra megy. Nem. Nem, ők ott vannak az orvidába. Oh. Tudja, tetszett már nekik magának. A japcsiknak. Erre buknak. Ez mindig bejön náluk. Érdekes, és mi nálunk? Itten? Tulajdonképpen még nincs nagyon késő. Elég késő van, de maga még fiatal. És tulajdonképpen mióta? Mit mióta? Van már itt. Régóta. Igen? Na igen. Tulajdonképpen mit akar tőlem, Zerner úr? Nem azért jön maga hozzám, hogy itt menjen ki vécére, és megkérdezze, hogy mióta ülök itt? Van valami dolgunk. Egymással. Így aztán
Úgy értem. Már miért ne érdeklődhetne az ember csak úgy? Úgy? Hát én nem értem. Miért zavarja magát, ha valami személyeset kérdeznek magától? Vagy a horvát miatt? De az már évek óta... Az öreg horvát egy disznó volt! És a halála volt a legjobb, amit összehozott egész életében. Szóval most már árulj el, hogy mit akar tőlem Zellner úr, és én előre megmondhatom magának, semmilyen körülmények között nem jöhet szóba! Nagyon megint még. Tényleg kijönne belőle valami magának. Úgy? És mégis mi jön neki belőle? Hát egy... Na jó. 2000, de annyi biztos. Nem. Azt mondom, nem. Aztán meg drágám, maga mindegyiktől legalább 1000-est kaszál. Nekem kiszúrná a szememet egyetlen darabbal? Nevetnem kell. És ki itt a kockázat, mert ugye a maga állása az nem volna beszélni. Ó, vagy úgy, mégis mit gondol, ha ez? Nevetnem kell. Az volna csak a vicces, ha kiderülne. Ez egyáltalán voltak már itt van? Vagy ma nem is jönnek? Na már hogy voltak? Azt meg, hogy visszajönnek-e, azt senki se tudhatja, ezt maga is pontosan tudja! Ma meg... Különösen... Jó. Annyira súlyos? Hát igen. Az is. Meg szóval... Néha azt gondolom, a két gazembernek még ez is sikerülni fog. Na jó, akkor... Akkor egyszerűen... 2000-et kérünk. Minden hülye turistát von. És felezünk. Ehhez mit szól? Maga csak csinálja itt ezt a szarmelót! Mert állandóan el kell viselni eszni! Micsoda teher. Én nem tudom, mennyit keres itt. Túl sok nem lehet. A többi okot meg, hogy miért csinálja, nem ismerem. De úgy gondolom, magának is jár valami. Különben megfogadja el a kölyök miatt, neki is jól jönnek. És ha rájönnek, azok aztán... Talán ott szokott lenni maga is, hát? Soha! Ha mit képzel, képes lennék végignézni az ilyen disznóságot? Ah, jó, nekem mennem kell. Nem hagyhatom tovább a jakcsikat! Mondjon igen. És te nézzen oda! Addig kimehetőbb. WC-re például, mert ugye az magának is kell, nem? Ezért igazán nem tehet szemrehányást senki, vagy? 15 000! És előre! Ja. Ja! 15 000! És előre! Megmondtam. Vagy azt hiszi, át akarom verni. Megköszönt vagyok, láttam én már eleget. Megegyeztünk.
tanítási része. Nem látok semmit. Ah. Ugyan már el fogasz múlni, rendbe fog az jönni, professzor. Add maga! Nekem! Kiszúrta a szemem. Maga gyilkos. Az lehet, csak nem a magáé. Maga még beszél? Vak vagyok. Vak. Soha többé nem fogok látni. Semmit. Csak a nagy sötétséget Horváthné. A múltkor is megmondtam, hagyj abba végre. Legalábbis nálam. Nálam ilyesminek. Nézzek el magam. Nálam ilyesminek nincs helye. Hányszor mondjam még? Amíg én itt... Istenek, a fájdalom! Soha többé nem fogok látni semmit, és mégis meg kell lennie! Meg kell lennie! A kötésem oda! Ha legalább 10 sor! Tessék! Nézze meg! Hogyan lesz ebből még sál? És mondok én magának valamit még egyszer. Nálam nem! Ez itt! Nem Európa! Rombolja szét, ahol akarja, csak nem nálad! Meg kell lennie, Horváthné, meg kell lennie! Higgyen nekem, meg kell lennie! Ha higgyek, amit higgyek én magának, azt már nem! Nem, professzor úr, azt már nem! Jó. Lehet, hogy nem úgy gondolta, de hinni magának nem! Meg kell lennie, Horváthné, értse meg! De! Én nem törődhetek azzal, hogy maga érti-e, vagy sem. Vagy bárki más. Meg kell lennie, és... Minél előbb, annál. Persze, kell. És ha maga elintézte Európát, és összetörte a WC kagylómat, akkor én munkanélküli vagyok. Azt is csak ezektől az ázsiaiaktól. Lehet megtanulni, hogy hogyan? Egyetlen ütéssel! Na, most már lát valamit? Hogy látnék, amikor kiszúrt a szem? Ja, ha nem tűröm itt az ilyen disznóságot, mondja csak, mit csinálna, ha én egy újságnak? Lenepezték a nyilváros illemelyek vandál rongálóját! Egyetemi professzorot ettes! Nézze! Horváthné! Tudom én, maga ezt nem értheti meg. De én mondom magának, meg kell lennie már majdnem mindet. Most pedig a burg gassza van sorozva, ha maga nem sebesít meg ilyen súlyosan. Egyszer majd maga is befogja. Be kell látnia. Hát nem vesz észre? Felbomlunk. Mit sem sejtve, észrevétlenül felbomlunk. És nem marad belőlünk semmi. Egyszer csak nem vagyunk. És nem történt semmi. Hús! Nem vagyunk. Ki vagyunk belőle? A látszat kicsit másképp fest. Horváthné! Magának fogalma sincs. Magának halvány gőze sincs arról, hogy fáj nekem a fejemben itt belül a semmi. És hogy sohasem jutunk el magunkhoz. Maga ezt nem értheti. Nem. Ezt én nem érthetem, de engem nem is Európa érdekel. Én azt akarom, hogy a házikomban rend legyen! És azt akarják azok is, akik ide járnak. Ez csak attól van, hogy maga olyan kínai bunyóra jár, agresszívvá teszi az embert. Csináljon inkább valami szépet, professzor úr! Csináljon már egyszer maga is valami szépet, professzor úr! Az előbb megint meghallgattam az én turandottomat. Amikor ketten énekelnek, a végén, meg a halott lép, az valami ilyesmit kéne magának is csinálni, professzor úr! Rosszul vagyok, a vérveszteség! Persze! Rosszul van!
kifogás? Kifogás! Semmi más! Becserkészni. Azt akarja maga! Becserkészni Európát! És lecsapni rá! Na menjen szépen innen! Menjen a... valóban már soha! Nekünk meg... hagyja meg a vécékadlóinkat! Te jó ég! Rosszul van! Az eget hagyja ki! Az semmiről se tehet! Már nem kérdezni föl magát annyira? Mert már nem tudok! Úgy, ahogy azelőtt irigykedik, mert másra mit se tud! Ja, mit tud maga? És elérni sem fog semmi, még ha az összes vécékadlót is soha! Haragudjon be! Várj! A szeme. Nagyon fáj. Ja. Akkor legalább nekem. Adjon békemet. Nem én találtam föl ezt a maga Európáját. Felőlem föl is akaszthatja magát, ha olyan borzalmas. Akassza szépen föl magát! Ehhez joga van! Csak arra kérem, hogy ne itt, hanem otthon is egyáltalán. Mindenkinek odahaza kéne elintézni a saját kis biztonságait. És az ilyen egyetemi professzor! Nem, ne próbálkozom, itt nem fog bemenni. Horváthné, muszáj! A sokkal fájdalom, muszáj! Horváthné, muszáj! Egy szavát se hiszem. Horváthné, tényleg. Rosszul vagyok. Nem ettem. Semmi. Nincs erő. Ha most meg mit művel? Ide ne hányjon nekem! Te jó Isten! Maga tényleg! Ne próbálkozzon a kezét! Kulcsolja szépen össze, hátul a kezét úgy, hogy az az! Éves Istenem, még egyszer! És maga akarja összetörni! Maga össze akarja törni a vécékadlót, mert most már látottja, mennyire nélkülözhet! Nem evett semmit! Hát nincs feleség! Ó, te jó! Még pipi kézünk is! Na jó, nem bánom! De tartani én tartom. Maga szépen hátul adja a kezét. A kötött még mindig nálam van, tudja? Na! Úgy! Jaj! Szépen! Pipikézni! Úgy! Ja! Na, most pedig úgy még szépen kimegyünk. Ne próbálkozzon. Én elhiszem, hogy maga nem akart semmi rosszat, de hát mit csináltuk volna, ha maga már a vécén csészült? Úgy. Üljön ott le szépen. Jobban lesz. Mióta nem evett semmit, de nekem van valamim? Várjon! Nekem van valahol valamim! Már is, uraim, mindjárt készen vagyunk, csak a kedves professzor úr egy kicsit rosszul lett. Jöjjön le szépen! Három napja csak kávét! Menjen már! Asszony! Azt kell magának! Áll. Egy pillanat, uraim, mindjárt rendbe teszem. Enni muszáj. Muszáj enni. Na persze, ha nincs asszony, ha biztosan vendéglőbe jár. Vagy valami szar szalámis zsömlés. Egy pillanat.
A fiúka várhat! Ó, már megint maga az. Te jó Isten! Hányszor mondjam még magának, hagyja nekem békén ezt a kölköt! Asszony nélkül nem élet, asszony nélkül nem megy! Tudja, én azt gondolom, nők nélkül már vége volna. Azt hiszi, az öreg horvát csak egyszer elment volna valahova is. Egy színházba, vagy egy szép koncertre. Soha! Az soha! Én! Mindig! Nem, nem. Nők nélkül már. Most pedig egyen szépen. Most már azért jobb, ugye? Na. Hol vagyok? Hol vagyok? Itt. Jó. Jó úton! Nincsen saját klotyotok? Ez itt uraknak van! Férfi WC! Férfi WC! Uraknak? Férfi WC! Férfi klotyó! Na! A műsort csinálni, csak mert be akarsz pisálni. Állítsd le magad, nem tűröm itt az ilyen disznóságot. Na! Na! Tamponotok nincs? Tampon? Tampon? Az nincs. Offszer! Az van. Ez itt egy férfi léci. Benneteket ki kéne? Szóval most már igyekezzetek. Mit kéne? Na persze. Ha így, akkor így. Na most már aztán elég! Tűnjetek el! Hogy mit csináljunk? Tűnjünk el. Ó, persze. Már eltűnünk. Eltűnünk. Eltűnünk! Eltűnünk! Eltűnünk!
igazán. Menjen már, essünk túl rajta. Horváthnénk, kinyitni, csak ki kell nyitni, ennyi a dolga és kész. Jaja. Horváthnénk, menjen már. Mire jó ez? Azt hiszi, örökké tart az éjszaka? Szóval. Mi olyan sürgős, Zárdár úr? Csak nem férjünk. Horváthnénk, megállapodtunk. Maga kinyit, mi város nézünk, fényképezünk, maga megkapja a pénzét, én pedig nem félek. Mitől kéne félnem? Nincs rá okom, vagy? Sokszor elég a banánhéj is. Mit jelent csak Horváthné? Nem állhatunk itt egész éjszaka, nyisson már ki végre. Na persze, hogy ne. Semmi sincs kockázat nélkül. Bármin elcsúszhatunk, de elám, sosem lehet tudni, hogy mikor csinálja jól az ember. Jaja! Hol a pénz? Az észre elmére kérem. Hol látni? Nyisson már ki végre az időnek, csak meg! Megyünk azonnal, megyünk! A pénz megvan-e? Megnek. Hogy ne volna? De maga aztán nagyon hideg végre, meg kell hagyni. Megszedi magát ezen a szerencsétlenen! Megvan a pénz, vagy nincs meg, ne játssza meg magát, Zellner úr. A maga is keres rajta. Ja, persze, de nekem semmi közöm hozzá. Emberileg, úgy értem. Lelkileg se. 15 000, megegyeztünk, és előre. Nem én tehetek róla. És veszek neki egy új takarót, hogy neki is jusson valami. Ja, valami. Nem kell azt hinnie, Zellner úr, hogy mert öreg asszony vagyok. 15 000. És előre. Jó, tessék, itt van. Méghozzá kis címletek van. Boríték persze nincs. Magában aztán nincs könyörület. Alkú az alkú. Aztán mindjárt megyünk. Csalódtam magában, professzor úr. Csalódtam. Nagyon csalódtam. Jó, hogy az öreg horvát ezt már nem érte meg. Szegény ödön sokat megspórolt magának. Nagyon csalódtam, professzor. Emberileg, professzor úr, emberileg. Nem hajlandó. Hallja, Horváthné, nem hajlandó. Horváthné, most mit csináljunk? Nem hajlandó, érti? Egyszerűen nem hajlandó, csak úgy. Jó, figyelj, Horváthné. Tennünk kell valamit. Valamit. Ki kell találnunk? Mondja meg neki, hogy muszáj. Muszáj! Na mit képzel ez? Igen, mit képzel? Jelenteni. Jelenteni akarja. Hallottak már ilyet? Szóval most már csináljon valamit. Maga, Horváthné. Ha a Jabcsit nem fényképezhetnek, azok még meglincselnek minket. Magát lincselik meg. Most már csináljon valamit. Csinálnia kell valamit. Mondja neki, hogy nem kap különben inni több vizet, vagy... Vagy hogy hozzá össze magát! Vagy maga nem áll szóba vele! Valami ilyesmi. Ezt már magának kell elintézni. Én kinyitottam, ennyi volt a dolgom, és kész. És különben is. Amikor maga bejött, én a
Vécén. Én nem tudok semmiről. Nekem ehhez semmi közöm. Elég lenni, ha nekem is muszáj. És a 15 000? Ha azt megtalálják magánál, na akkor mi lesz? Sorsjegy. Rendben volt, én hívhatom a rendőrséget is. Csalás! Közönséges csalás! Tessék, tessék, csak hívja. Okosabbat nem is tehetne. Rendben, Hovátnél. Rendben. Ha másút nincs, szóval könyörögni kell magának. Rendben. Ahogy akarja. Talányos intelmekben tovább nem beszélek. Legyetek hát tanúm. Fényt miként derítek. Régen volt rémtette kénbűzös nyomára e ház falai közt. Halljátok én, hogy zeng, hogy zúg a bosszú kórusa. S az embervér mégis mind szítja, hajza, bújító, borzalmas harmóniára. És hiába minden, hiába átol, tombol csak tobzódik fészkében egyre. Csak megkérlek tőle, kérdezz, hogy mit szeretne, kérdezz meg tőle, hogy mit szeretne, biztosan szeretne valamit. Hát elvégre neki is vannak szükségletek. És mondd, mi lesz, ha kinyilatkoztatásban? Miként azt innen belső hang sugallja? Mégsem nézem időben részünk. Jó, menjen már. Akkor hát indulok, de hadd köszönjem meg. Ki útra leltem? Meg nem érdemelted. Találós kérdéseket? Horvátné. Találós kérdéseket akar? Három. Igen. Mi? Három kérdés. Gentlemen, gentlemen, you must wait a bit. Please do wait and be silent. I know you are very anxious to meet elkínzott emberség, tortured mankind, and assume a very great merits for the osztrák acélipar, Austrian Steel Market. You are quite right, but you see, there is a certain delay, egy kis csúszás. We have to do what he says, or there will be great trouble for all of us. He put three questions and we will answer them, és akkor everything will be okay, okay? De látod, Horváth még, anyadik a papma. Mi volt ebben? Isten, belebolondulok. Soha többé! Soha többé! Szóval tegnap, most az igazi dátumot akarja, vagy a tegnapit? Milyen nap van az éjszaka közepén? Ragadjon meg kiniklát, fogod sunkor buzogány, fegyverrel vagy puszta kézzel, megküzdünk az ellenséggel. Gentlemen, he wants to know the date of today. You see an... Január 7! Január 7. Január... Nem! Ez nem! Ez így nem meg! Hogy kell válaszolni neki? Hiszen én vele valójában még soha! Én nem tudtam semmit. Hol látnék? Egész egyszerűen mondja csak azt, hogy január 7-e van. Mit szarít be? És én még azt hittem, hogy maga mindig ura a helyzetnek. Ó, hogy mennyire nem ismertem önt. Milyen gazdag. Nem volt könnyű titkába hatolnom. De szép szíve Kárpótól ezerszer is. A társúlya nem tapossa, ez a rét nem az a rét. Hogy sem süt be ablakodba, nem húl fényes felbeszéd. Hol a nő, ki sírva ríva, halálcsókkal elalér, míg az első hajnalpírra borul rá a szemfödér. Horváthné! Horváthné! Ez őrült! Ez egy őrült! Elmevetek! Teljesen őrült. Hát ez nem komplett, érti? Nem komplett. Tudja most mit akar? Nagyon helyes, hogy fogva tartják! Ugye mit akar? Jó, Istenemre, jó, hogy nem járkálhat szabadon! Tudja, mit akar? A kenyér árát! Maga tudja? A kenyér árát? Maga tudja tulajdonképpen? Zsarnok vérünk, Metti szígor, látod népen, Metti bírod, szabadság a
tudnia kell a kenyér árát. Maga. Maga nő! Maga jár boltba! Igen. Maga. Maga fizet. Magának tudnia kell. Horvátné? 5. Mi öt? Az nem lehet. A kenyér árának a vége mindig van apró is. 1000. 5000. Ó, jaj! Eljöttem hozzád, mert oly szelíd, oly jó vagy. Mert tudtam, bízhatom lelked jóságában. Nézd csak, szép leány. Kereke világon más barátom nékem nincsen már, csak is te. Ó, milyen jó voltál hozzám egykor, régen. Mikor... 5000. Tisztelem, mit tesz? Bár föl nem fogadom. A kenyér 198. 198. 198. 198. Felettesség, ami történik. Égi víra ül majd törvény. Földi teremtmények vére. Ne gyújjon ma gyűlösségre. Mindent. Mindent, mit valaha birtokomnak tudtam. Hadd helyezzem én felséget szent kezébe, és hadd adjam. A maradékot? Vadászösön kezdet, űz! Ihar kuta szembe, őz! Megnyitasd az indítékát, csapdagyon az égi bírán! Tedd el hát, mit néked adnom rendeltetett! Mindent! Azt mondtam, mindent! Itt van, Horváth. Így. És? Na, und? A himnuszt! A himnuszt akarja! Please be quiet! Silence, please! Mrs. Horváth, will now be so friendly and sing for us all nemzeti hymnus! Please be quiet! Silence, please! Oh.
city that doesn't sleep. Little town.